Ez a mai kínálat kezdődik az Egyenes Beszéd. Jó estét kívánok! A stúdióban itt van már Németh Péter, a Népszava főszerkesztője, és Trencséni Dávid újságíró. Jó estét, szervusztok! Szervusz, jó estét! Péter, kezdjük a ti híretekkel tulajdonképpen, mert hogy ti fordultatok a belügyminisztériumhoz, és kaptatok választ. Ugye itt a pedagógusok bérezésével kapcsolatban kérdeztetek több mindent. Egyrészt arról, hogy hogy is néz majd ki ez a teljesítménybérezés. Ugye jól mondom, ezt kérdeztétek, és kaptatok egy olyan választ, hogy bizony lehetséges, tulajdonképpen megerősítette ezt a BM, de majd ezt erősítsd meg te is, hogy kevesebbet fog keresni egy pedagógus. Ugye ezt határozottan cáfolták ideig. Hát az én megerősítésem kevesebbet ér a belügyminisztériumnál, bár ezt szeretném, ha fordítva lenne, de kétségtelen, hogy az a ritka eset fordult elő, hogy kaptunk választ a kérdésünkre, és valóban azt, hogy a teljesítmény értékelésnek lehet olyan hatása, hogy majdan azt a most megállapított bért, amit az Európai Unió jóváhagyással, mert ebben a hírben, amit a Népszava megírt, az is benne volt, hogy az Európai Unió a várva várt aláírás is megadta, azt lehet csökkenteni körülbelül annyira, nagyjából annyira, ha jól emlékszem, mint amennyi a jelenlegi bére a tanároknak. De hogy mi ez pontosan, ez a teljesítménybérezés értékelése, kinek pontosan a feladata, hogyan, ez beleszámíthat, tehát a tankerület dönt majd az igazgatóval, korábban ez volt a hír, ezt nem tudjuk. De hát ezt is kérdeztétek, és erre nem választ? Ezekre már nem kaptunk választ, igen. Ezekre nem kaptunk választ. Erre kaptunk választ, ami nem egy örömhír, hiszen a szakszervezet ugye reagált is rá. Ez tulajdonképpen a drámája ennek a dolognak, mert úgy elvileg még lehetne ezen tűnődni, hogy kell-e, szabad-e értékelni így a pedagógusokat, hogyha nincs pontos meghatározottsága, de az, hogy tulajdonképpen semmilyen bővebb információt nem adnak, hogy a tárgyalásokon el nem hangzik ez a szakszervezettel folytatott tárgyaláson, ez a semmi vétele a tanároknak, a szakszervezeteknek, egyáltalán az egészen új magatartás lenne ez a minisztériumtól. Hát az is új, hogy válaszolt egyébként. Nem is, az már szakpolitika, hogy most jó a teljesítménybérezés, nem jó a teljesítménybérezés, hogy lehet ezt értékelni, vagy ez a minősítési rendszer, de itt ez szóba került a szakszervezetekkel, mert a PSZ elnöke azt mondja, hogy ezt ott a tárgyalóasztalnál megkérdezték, és határozottan cáfolták, illetve az ATV-nek Gulyás Gergely is adott egy interjút, amiben azt állította, hogy ez nem igaz, ez nem így lesz. Tehát, hogy itt inkább ez az érdekes, hogy miért történik ez, és miért csinálja a pedagógusok ügyében ezt a kormány. És kérdezhetném a 32%-os béremeléssel kapcsolatban is, ugye kijött a rendelet, ott van, aztán pár nappal később Gulyás Gergely azt mondja, hogy hát még egy technikai jóváhagyás szükséges. Mi a kérdés? Miért csinálja ezt a pedagógusok? Mi az értelme ennek, hogy folyamatosan egy ilyen bizonytalanság van még mindig a béremeléssel kapcsolatban, és sosem tudhatják a pedagógusok? Most mondtad ki. Tehát egy ilyen társadalmi, nem is társadalmi réteg, hanem egy ilyen foglalkozási réteg, ami egyébként végtelenül fontos a társadalom minden rétege és szakasza számára, ezt a bizonytalanságban tartani, az ezzel kapcsolatos társadalmi percepciót végtelenül homályban tartani. De hát most mit akarnak, kapnak ők béremelést, nem kell most már, ne patogjanak tovább. Miért nem akarják azt, hogy a teljesítményüket értékeljék? Biztos ott az... Tehát ennyi esik le a társadalom. Nagy abszolút, azt mondod. Mindig is rájátszott arra a pedagógusokkal szemben a kormányzat, a pedagógusokkal szemben meglévő előítéletekre. És most magukat a pedagógusokat is homályban és bizonytalanságban tartani, megint a legkifizetődőbb, hiszen ez garantálja azt, hogy nem lesz képes sem a pedagógus társadalom egységesen fellépve képviselni a saját érdekeit, sem pedig számottevő társadalmi támogatottságra nem fog tudni szert. Ha abszolút bevált ennek a kormánynak ez a taktikai bizonytalanságba tartson különböző csoportokat, társadalmi csoportokat. Ha végig gondoljuk ezt, hogy mit csináltak végig a pedagógusokkal, csak emlékezzünk arra, hogy
változatlan folyik az a per, amelyet a kirúgott pedagógusok indítottak, és amely társaságot azért rúgták ki, mert mertek szembeszegülni a kormánnyal, mertek szembeszegülni a hatalommal. Akkor, amikor ilyeneket mondanak, hogy figyeljetek, a béreteket is tudjuk csökkenteni, pontosan ez a felemelt új jelentkezik, hogy ki tudunk rúgni benneteket, el tudunk távolítani, és a béreteket is el tudjuk venni. Na most ebben a közegben van egy későbbi téma, majd talán visszatérünk, tehát hogy mi az, amit Orbán Balázs konzervativizmusnak nevez, és mi az, amit nem. Hát erre rá is térhetünk. Erre rá is térhetünk, csak a nézőknek mondom, aki esetleg nem hallotta, vagy nem olvasta, hogy mindeközben ma Orbán Balázs, ugye a miniszterelnök politikai igazgatója, azt posztolja a Facebookon, hogy konzervatív oktatáspolitikai fordulatra van szükség, egy picit bővebben a természettudományos ismeretek elengedhetetlen és alapos átadása mellett az iskolának el kell köteleznie magát az olyan értékvállaláson alapuló ismeretek mellett, mint amilyen a klasszikus műveltség és a nemzeti kultúrának. Ezt értelmezzétek, a szavak emberei kicsit, vagytok, több állítás is van egyébként még. Én is idéznék valamit ebből az Orbán Balázs féle szövegből. Mi konzervatívok, amellett érvelünk, hogy a feltételes érvényű természettudományos ismeretek, tehát ízlegesük, feltételes érvényű természettudományos ismeretek, akkor vannak leginkább hasznunkra, ha azokat értékvállalások mentén tudjuk rendszerezni. Tehát akkor szeretnénk feltenni értelmező kérdéseket. Nagyon sok lenne. Ha nem hiszem, hogy Szent István király a Felcsúti Foci Akadémia mellett ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, akkor a fénysebesség nem állandó az univerzumban? Szerintem messzire mész. Tudnék, ezek a mondatok teljesen értelmetlenek. Igen, ezért kértelek titeket értelmezésre. Ne arra úgy, hogy a szavadba vágok, mert az, amit mondasz, hogy ezek értelmetlen mondatok, ez egy nagyon minden íródja nélkül mondom, ez egy nagyon jó indulatú megközelítés. Nem annyira azt, amikor, jó indulatú. Azt, amikor arról beszél, hogy a természettudományos ismeretek feltételes érvényűek, ez ennek nincs értelme ennek a mondatnak. Önmagában szomorú, hogyha a miniszterelnök politikai igazgatója ilyeneket mond, hogy úgy rak egymás mellé szavakat, hogy azok külön-külön talán értelmezhetőek, de együtt semmiképpen nem értelmezhetőek. Az iskola önmagában nevetséges megközelítés, a politikai dimenzióba helyezzük át. Márpedig ez itt eretett kísérletet, akkor, amikor azt mondja, hogy konzervatív, nálunk az iskola rendszernek, az oktatásnak konzervatívnak lenni kell lenni. Mit jelent ez? Amúgy éppen, hogy nem, mert hogy a konzervativizmus az azt jelenteni, hogy az iskola nem fejlődik, nem lép előre, ő behozza a progresszivitást is valamilyen de módon. De egy picit erről is beszél. Én még két idézetet írtam ki, az egyik azt mondja, hogy az oktatás konzervatív műfaj, amelynek az a feladata, hogy a generációkon keresztül felhalmozott érvényes tudást átadja a következő nemzedéknek, akik itt többre vihetik a szüleiknél. Ez jól látszik a PISA teszten, de egyébként minden oktatás. Én vagyok oktatási szakértő, de ha meghallgatok egy oktatási szakértőt, pont nem ezt kell csinálni. Itt a konzervativizmusnak ahhoz, hogy az iskolarendszer hogyan működik. Hogyha úgy veszünk, akkor ez a porosz típusú iskolarendszernek. Ami nem használható. Réges-régebbek haladtunk. Egyébként pedig azt érzem, és most én igyekszem végtelen jó indulatúan állni Orbán Balázs szövegéhez, minden beugrottság nélkül, hogy kever bizonyos oktatási szinteket. Tehát miközben egyértelműen arról próbál beszélni, hogy a középfokú oktatásnál igenis egy ilyen nagyon konzervatív értékvállalásnak kell megjelennie az oktatási rendszerben, addig mondjuk leginkább a felsőfokú oktatásról beszél magáról. Miközben nem választjuk ki ezeket. Arra van választjuk, hogy miért beszél erről az egész? Én azt gondolom egyébként, hogy van egyfajta megfejtésem, nyilván ugyanúgy, mint a belügyminisztériumhoz hozzá is kellene fordulni, hogy értelmezze ezeket a szavakat. De mi is történt az utóbbi időben, ami elég nagy felháborodást váltott ki értelmiségi körökben? Ugye a művészettörténetet, mint olyat kivonnak az oktatásból. Orbán Balázs nem beszél erről, de ennek egyfajta értelmezését vélem felfedezni,
nem hozza szóba, de azt mondja, hogy mi most a természettudományokat fogjuk erőltetni, mert konzervatív szemléletűek vagyunk, a kettőnek semmi köze egymáshoz. Én azt gondolom, hogy ennek az oka, ennek az egész szövegnek az az oka, hogy nem tudják és nem akarják magyarázni azt, hogy ezt a fontos tantárgyat, ami egyébként meghatározó lenne mindenféle szempontból, egy gyerek fejlődése szempontjából, ezt kivonják a forgalomból. A kérdés egyébként az, és most tehát a berzenkedésen túl nem akarok nagyon szakmai kérdésekbe belemenni, de ugye felvetődik az, hogy milyen módszertan szerint fogják a tanárok működését, a tanári munkát értékelni. És miközben erről igazából nem tudunk semmit. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehezen megfogható, nagyon komoly szakmai munkát igényel már az is, hogy ezt az értékrendszert felállítsuk, amire egyébként nagy szükség van. Ehhez képest Orbán Balázs szavaiból viszonylag egyértelműen kijön az, hogy úgy kell értékelni a pedagógusokat, hogy a gyerek tudja azt a 28 darab évszámot, amit az adott héten be kellett magolnia, képes-e felsorolni azt a 12 árpádházi szentet, akit fel kell tudni sorolni, nagyjából ennyi, miközben ugye szó sincs arról, hogy ma a modern oktatási intézmények, főleg a jelen internet penetráció mellett tanulni kellene, hogy megtanítsák a gyerekeket, nyitottak lenni, forráskritikára, az információ befogadásra kellene tanítani, nem pedig arra, hogy 622-ben mi történt. Van itt még egy, mondjuk így rejtett fenyegetés, mert az előbb is beszéltünk arról, hogy bizonytalanságban fenyegetettségben akarják tartani ezt a pedagógus társadalmat. Akkor, amikor ő ilyen mértékben kitér a természettudományokra, ebben rejtve ott van az is, hogy a konzervativizmusnak meg kell jelenni a történelmi oktatásban, a magyar oktatásban, mert különben egyébként semmi értelme megint az egésznek. És ez mit jelent? Azt jelenti, hogy azt az értékrendet, amit ma ez a magyar kormány egyébként sebesen változó módon értelmez, azt kell oktatni majd, és akkor a teljesítmény értékelésben ez benne lesz, hogy érvényesítette magyarban, történelemben és minden tantárgyban azt, ami konzervativizmus, amit ők konzervativizmus alatt értenek. Egyébként csak erről az egyírásról tudtam volna veletek 15 percet beszélni, vagy még többet is, de ugorjunk egy témát, Pesti László, mert róla is szeretnék kérdezni. Ugye most egy újabb interjút adott a Klubrádiónak, hát elmúlt a karácsony, nem történt nagyjából semmi, ugye azt mondta, hogy dokumentumokkal, bizonyítékokkal ő karácsonyig nevekkel áll elő. Nem nagyon volt ilyen, de most a beszélgetést ugye azzal indított, hogy szilveszter éjjelén került nyilvánosságra a legutóbbi és egyben utolsó a Fidesz tisztességes konzervatív párt testén élősködő orkoknak kellemetlen utolsó sztori. És akkor leír egy történetet egy magát mérnöknek kiadó ismeretlen személyről, de tulajdonképpen túl sok konkrétum nincsen benne, nagyjából lehet azt mondani, hogy nincs is benne. Ezután pedig tulajdonképpen felszólította a közgazdász szakmát, a jogász szakmát és az újságíró szakmát, hogy mindenki végezze el a dolgát, mert itt csak ő és a kollégái dolgoznak, életveszélyben egyébként, amúgy pedig senki nem csinál semmit. Jó, az egész pesti jelenség, én egyébként hozzáteszem, hogy jobban vagyok Pesti Lászlóval, sőt többször interjúoltam őt ebben a periódusban. Egy nagyon érdekes jelenség az övé. Én azt gondolom, hogy ő mondott valamit azon a bizonyos tusványosi rendezvényen, és onnan kezdve nem akar abból visszalépni, hanem valamilyen módon menekül előre. Ez egyik része, ez a menekülés előre, ez olyan, mint hogy rámutatok valakire, hogy te tolvaj vagy, de bizonyíts be te, hogy tolvaj. Ezeket mondja, nem teljesen ismert embereket vesz elő, vagy ha ismert, az sem valamiféle bosszúnak tűnik, legalábbis az első fellépése az volt, ami egyfajta bosszú volt. Na de ez azt te érted, hogy mit kell kinyomozni az újságíróknak? Mert azt mondja, hogy dolgozik, csak ők dolgoznak, de hát ő konkrétan azt mondta, hogy egy csomó bizonyítéka van, felvétele, hangfelvétele. De ő mondott valamit, azért mondom, hogy és ki akar jönni ebből valamilyen módon. És ezért semmit sem mond, úgy csinál, mintha mondana valamit, és az a legnagyobb baja neki, hogy, és a mi bajunk, hogy mi először komolyan vettük, a Fidesz meg végig nem vette őt komolyan. Ezt el is mondja egyébként az interjúban, gyakorlatilag csak ránk mutat, hogy mi vagyunk azok, akik nem végezzük el a dolgunkat, de a Fidesz hogyan reagált rá, mintha nem is mondott volna semmit.
kedves lesajnáló módon reagáltam. Még csak úgy sem, még csak úgy sem, nem is, mintha nem létezne. Lényegében. Egyébként meg annyit, hogy Hatházi Ákos 10 percenként relevánsabb valódi történeteket tesz le, dokumentálva Facebookra, dokumentálva a nyilvánosság előtt. Az egy dolog, hogy a nyilvánosságot sem rázza ma már ez meg végtelen sajnálatos módon, de hát a, hogy mondjam, a hivatalos pofonfán sem rázzák meg ezek a dolgok, hogy a Neher Elit hogyan, vagy Polt Péter hogyan segíti a Neher Elit boldogulását. És van, egy, igen, és van még egy fontos elem egyébként egy mondatban, hogy az nem létezik, hogy Orbán Viktort kiemeli, mint egyébként. Korszakos zseni. Így van. Erről nem tud. És a másik oldalról azt mondja, itt vannak ezek az orkok, az ő kedvenc kifejezés. Ilyen nem létezik. Köszönöm, hogy itt voltatok.